Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a haladó C++ órákat. A mai téma, ahogy a címből is láthatjátok, a Policy Parametrization. Akár adhattam volna azt a címet is, hogy Policy Arguments, csak nem mertem, mert attól féltem, hogy a Twitch vagy a YouTube azt hiszi, hogy a szabályzatukat taglaljuk vagy vitatjuk. Jó. Policy Parametrization. A lényeg a dolognak az, hogy továbbra is a STL körül munkolunk, úgymond, tehát a Standard Template Library is eszközöket fogjuk nézegetni. És ennek egyik része, hogy algoritmusokat, függvényeket is nézegessünk, tehát függvények is vannak ugye az STL-ben, nem csak adatszerkezetek. És akkor ennek kapcsán jön majd elő ez a Policy Parametrization, illetve hogy hogyan tudunk bizonyos dolgokat megkeresni, rendezni, illetve hát módosítani, úgymond ezekben a STL-beli konténerekben. Ja, és akkor erre használunk a függvényeket, algoritmusokat. Jó, na akkor kezdjünk is bele, és akkor nézzük, hogy mi is itt a lényeg, illetve hogy mit is szeretnénk. Ugye múlt alkalommal beszélgettünk már a vektor, illetve a lista adatszerkezetről, és akkor ennek kapcsán nézegetnénk meg függvényeket, hogy hogyan tudjuk ezeket bejárni, vagy hogyan tudunk keresni ezekben a konténerekben. Legalapabb ilyen algoritmus, hogy keressünk meg valamit. Hát ez egy viszonylag egyszerű dolog, keressünk meg valamit egy konténerbe, és akkor most ezt erre írjunk egy nagyon egyszerű kis függvényt. De kezdjük a main-nel, csak hogy látszódjon, hogy mi is az alapkoncepció. És akkor egyelőre vektorra írjuk meg, igazából működni fog majd listára is, meg sok minden egyébre. De egyelőre csak a vektort nézzük. Töltsük is fel ezt a vektort, erre használjunk ilyen kis segédváltozót, illetve legyen egy változó, hogy mit keresünk. Jó, most csak így az egyszerűség kedvéért. Mondjuk ezt a 10-et keressük, mindegy igazából. Jó, és akkor töltsük föl ezt a kis vektort. Mégpedig úgy, hogy a konzolon írunk majd be neki számokat. Jó, és akkor ugye használva azt a koncepciót, amint megtanultunk a korábbi alkalmakkor ugye az iterátorok kapcsán. Ez a kereső algoritmus adjon nekünk vissza egy iterátort. Itt ez esetünkben nyilván egy vektoriterátor lesz. Tehát adjon nekünk vissza egy iterátort. Hát legyen a neve find, csak hogy találó nevet adjunk. És ahogy azt tényleg az iterátorok megtanultuk, ugye megadjuk az intervallumot, hogy mettől meddig, illetve átadjuk neki azt a változót, hogy mit keresünk. Tehát azt az objektumot, ami azt az értéket tárolja, amit keresünk. Jó? Oké, és akkor ahogy tényleg tanultuk az iterátoroknál, hogyha ez a p, hát mindegy, hogy csináljuk, hogyha ez a p nem ért el a v-nek a végét, ugye azt szoktunk mondani, hogyha a v.endet eléri az iterátor, azzal jelezzük azt, hogy nem találtuk meg azt az elemet. Jó, tehát hogyha megtaláltuk, akkor egész egyszerűen csak írjuk ki azt, hogy megtaláltuk az elemet. Egyébként meg csak annyit írunk ki, hogy nem találtuk meg. Ilyen nagyon kis, egyszerű módon. Jó. Na és akkor mi lesz ez a find függvény? Ugye ez az, amit most el kell készítenünk. Ugye nyilván template programozásban vagyunk, tehát STL, Standard Template Library, ezért nyilván ezt is sablonosztályosra fogjuk megírni. Tegyük is ezt meg.
Jó. Egyrészt az is template lesz, amivel végigmegyünk, meg amit keresünk. És akkor itt ugye iterátort adunk vissza. Az első argumentum is iterátor. A második is, ugye ez lesz az intervallum, illetve egy, hát egy referencia. Itt kihúzom itt a dolgokat. Tehát egy const referencia az értékre, amit keresünk. Jó. És akkor itt tényleg ez egy nagyon egyszerű dolog. Tehát amíg nem érünk a végére, tehát szépen megyünk végig ugye ezen a konténeren, amíg nem érünk a végére, addig megyünk, nyilván, tehát a végéig megyünk, és amíg nem találjuk meg ezt az értéket. Jó? Tehát a csillag first nem egyenlő az értékkel, amit keresünk. Jó? Nagyon fontos, ugye ezt megtanultuk, hogy az iterátoroknál ugye a dereferencia operátor túl van terhelve, tehát felül van definiálva, ugye ez azt jelenti, hogy visszaad valamilyen értéket. Nyilván a vektornál ez egy egyszerű dolog, mert ott hát igazából használhatnánk a subscriptet is, egyszerűbb így, hogy sablonos legyen, de ugye a listánál például, hogyha alapértelmezetten lenne a csillag, akkor nem a lista elemben tárolt értéket adná vissza, hanem a linket, tehát a lista elemet magát. És ugye a lista elemben tanultuk, hogy van egy forward pointer, meg van egy backward pointer, vagy successive és previous, ahogy tetszik. Tehát azt az egész linket adná vissza, és nekünk az nem jó, föl kellett definiálnunk, hogy konkrétan azt az értéket adja vissza, ami tárolva van abban a linkben. Jó? Tehát várhatóan ez jól fog működni, legalábbis reményeink szerint. Jó, és akkor mit kell csinálnunk? Hát egyszerűen csak léptetjük a pointert, és adjuk is vissza. Hát ilyen egyszerűen. Jó, ugye ez akkor fog visszaadni valamit, tehát hogyha megtaláltuk, akkor nyilván vissza fogja adni, illetve ha nem találtuk meg, akkor meg visszaadja az utolsót, és akkor innentől kezdve ezt már le fogjuk tudni kezelni. Jó. Úgyhogy így akkor reményénk szerint rendben is vagyunk. Jó, pár include még kelleni fog, egyrészt a vektor, másrészt meg az IOStream. És nézzük, hogy működik ez így. És lefordul. Jó, és akkor most vár tőlünk értékeket. Hát írjuk be a 10-et is. Meg írjunk be egyebet is. Lépjünk ki. És írja is nekünk, hogy megtaláltuk. Oké, és de próbáljuk ki úgy is, hogy nincs benne a vektorunkban az érték. És megtaláltuk. Jaj, bocsánat, mert itt nem az A-t kell átadni, hanem az X-et. Az X-et keresünk, nem pedig az A-t. Jó, akkor újra próbáljuk. Elnézést. Oké, és... Jó, ez megvan. És így pedig már nem találtuk meg. Jó. Tehát úgy tűnik, hogy működik ez a kis... egyszerű kereső program. Szuper. És akkor lépjünk tovább, hiszen tudunk ennél egy kicsit jobbat is alkotni. És akkor most kezdjük el tényleg azt, ami a címben is van, ugye maga a policy parametrization. Ugye ezeket az STL algoritmusokat, ugye a find, sort, és sok más egyéb, nagyon sok ilyen algoritmus van, ezeket tudjuk paraméterezni valamilyen fajta policy-vel. Ami azt jelenti, hogy itt tudunk adni egy szabályt, tehát szabályt tudunk alkotni arra, hogy mit is keresünk.
Jó? És hogy ez a szabály pontosan mi? Hát ugye ez sok minden lehet, mondjuk egy sort függvénynél lehet ilyen rendezési elv, hogy mi szerint rendezze, meg fogjuk ezt nézni. De például itt a fájlnál is tudunk adni, például keressen nekünk páratlan számokat, vagy keressen bizonyos méretnél nagyobb számokat, és a hasonlók. Jó? Úgyhogy akkor nézzünk is erre rá, ezt fogjuk módosítani. Ilyen csak elmentjük más néven. Hát legyen find if, mert az kifejezőbb lesz. Jó, és akkor alapvetően ugye nekünk itt kell módosítani, ugye ez a rész ez maradhat, simán csak föltöltünk egy vektort, ugye itt megint csak maradhat az, hogy megtaláltuk vagy nem találtuk, és akkor itt fogjuk átírni, hogy nem konkrét elemet keresünk, tehát ezt itt már ki is törőjük. Hanem keresünk valamilyen predikátum szerint. Jó? Hát nagyon egyszerűen most egyelőre csak ilyen függvényt fogunk írni. Mondjuk keresünk páratlan számokat. És akkor ez a páratlan szám lesz az, ami maga a predikátum lesz. Hát, hogyan néz ki egy ilyen predikátum? Hát általában valamilyen igaz-hamis értéket ad vissza. De persze lehet ezt komplikálni, meg lehet ezt bonyolítani. Mi maradjunk csak az egyszerű megközelítésnél. Hát, itt mit keresünk? Annyit keresünk, hogy mondja meg nekünk azt, hogyha egy szám páratlan vagy nem. Jó? És akkor itt ez egy nagyon egyszerű kis függvény lesz. Ugye paraméterről vár egy számot, és visszaadja azt, hogy ez a szám ez páratlan-e vagy sem. Jó? Hát ilyen nagyon egyszerű kis moduláris osztással. Jó, csak itt ugye 0 vagy 1 lesz az eredmény, attól függ, hogy páros vagy nem. Jó. Oké, de ugye nekünk a find függvényt is módosítani kell, és akkor innentől kezdve itt már nem egy const referenciát fogunk kérni, hanem egy predikátumot. Jó. És ezt így akkor írjuk is át. Ez egy konkrét predikátum lesz, és ezt a predikátumot fogjuk elkérni. És ugye itt is egy kicsit módosítanunk kell, mert itt már nem összehasonlítás lesz, hanem itt tulajdonképpen nekünk hívnunk kell ezt a függvényt. Jó. Csillag first, ugye átadjuk neki az értéket megint csak, viszont itt ugye a predikátum jellege miatt itt most majd negálnunk kell, ugye itt, hogy nullát vagy egyet ad vissza. Ugye, hogyha páratlan, akkor egy igazat fog visszaadni, tehát itt negálnunk kell. Jó. Tehát, amíg nem érünk a végére, és amíg ez a predikátum nem adja vissza azt az értéket, amit keresünk, addig léptetgessük, majd adjuk vissza a magát a pointert. Tehát az iterátort adjuk vissza. Jó, rendben van. Na, nézzük is meg. Hoppá. És futtassuk. Jó. Hát itt talált egy páratlan számot. Most próbáljuk ki úgy, hogy nem adunk neki. Jó, és így pedig nem talált páratlan számot. Jó, mit csináltunk? Ugye annyi, hogy itt egy ilyen függvény paramétert adtunk át a find függvényünknek, tehát egy függvény predikátumot tulajdonképpen, ami megmondja nekünk, hogy egy szám, amit paraméterül adtunk, az páros vagy páratlan. Hát tulajdonképpen nagyon egyszerűen ennyi történik itt. Jó? És itt a find függvényünket pedig egy ilyen predikátummal paramétereztük. Na, rendben van. Viszont itt azért hát tudunk ennél cifrábbat is írni. Nagyon sok minden
kereshetünk itt. Hát most nézzünk, előre felhívom a figyelmet, hogy itt most szörnyűségek fognak következni, legalábbis programozói szempontból mindenképpen. Na most írhatunk egy olyan függvényt, ezt itt most csak kikommentezem, hogy mondjuk tegyük föl, hogy mi keresünk olyan számokat, amik nagyon mint 42. Jó, hát ugye a 42-t azt nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent. Keresünk olyan számokat, amelyek nagyobbak, mint 42. A koncepció ugyanaz, mint az előbb. Így ugye azokat fogjuk keresni, nagyobb, mint 42. És akkor itt ide ezt beírhatjuk. Akár. És akkor minden igaz, ez így működni is fog. Most csak gyorsan kipróbálom. Jó, nyilván így nem találta meg. És írjunk be 44-et. Jó, itt pedig megtalálta. Na de igen ám, de azért most akkor, ha a 100-nál nagyobbakat keressük, akkor írunk egy large and then 100-et, vagy az 1000-nél nagyobbakat, akkor egy nagyobb, mint 1000-et. Hát nem tudom. Tehát nyilván ez azért probléma. Vagy tudnánk egy olyat csinálni, hogy nem konkrét értéket keresünk, hanem mondjuk valamilyen nagyobb, mint V. És akkor itt nem V van, hanem nem 42 van, hanem V. És akkor ide beírjuk, hogy V. És a V-t ilyen rettenetes, barbár módon itt kitesszük globálisba. Jó. Ez is rettenetes szörnyűség. Szerintem a pokolban külön hely van az olyanoknak, akik ilyeneket csinálnak. De próbáljuk meg, mert nyilván ez is működik. Bocsánat, V-val. Jó. Tehát próbáljuk meg ezt is. Nyilván ez is működni fog. Jó, de ilyet ne csináljunk. Jó, tehát ezeket azért mutattam, ezt a larger than 42, meg larger than V, hogy ilyet ne csináljunk. Miért ne csináljunk? Mert van nekünk lehetőségünk arra, hogy egy function objectet készítsünk, és egy function objectet adjunk át itt a predikátum paraméteréül. Jó? Tehát, és akkor most csináljuk meg ezt tényleg szépre. Ezt most elmentem megint másként. Jó, ez lesz a find if, hát legyen function object. És akkor ezeket a szörnyűségeket innen kitörlöm. Elvileg a find if függvényünk az marad, tehát az nem fog változni. Innentől kezdve itt már nem függvények lesznek paraméterül, hanem valami más, már is megnézzük. Jó, és ezt is itt egyelőre kitörlöm, mert ide majd beírjuk azt, amit fogunk használni. Jó. Na és akkor function object. Egy function objectet fogunk készíteni, tehát egy rendes objektum. Tehát egy rendes class definíció lesz, és ezen belül fogjuk nézni azt, hogy egy adott érték nagyobb be, mint egy másik érték. Jó? És akkor itt tudjuk ezt elvégezni. Jó, kell egy lokális változó, pontosabban egy privát tag, kell egy konstruktor, aminek ugye paraméterül fogjuk majd átadni, amit hasonlítani akarunk tulajdonképpen, vagy pontosabban amihez hasonlítani akarunk. És akkor ezt itt értékül adjuk ennek a lokálisnak, hogy meglegyen. Hát, legyen ez így, hogy egyértelmű legyen. Oké, és akkor, amit itt fogunk csinálni, és amiért függvény objektum, hogy a függvényhívó operátorát fogjuk túlterhelni ennek az objektumnak, és itt ennek fogjuk átadni
paraméterül ezt a változót, amihez akarjuk hasonlítani. És itt szépen csak visszaadjuk, hogy nagyobb-e vagy kisebb tulajdonképpen. Tehát magát az, hogy ez nagyobb-e vagy kisebb, mint amit itt nézünk. Jó. Bocsánat, ez itt V. Igen, mert a lokális V-hez hasonlítjuk. Jó, rendben van. Na, és akkor itt pedig annyit csinálunk, amikor keressük, hogy megnézzük azt, hogy ez nagyobb-e, mint valamilyen érték. Hát itt most legyen egy paraméterül egy X, és ezt az X-et pedig itt állítsuk be mondjuk 100-ra. És itt paraméterül megnézzük azt, hogy mi az, amit itt hasonlítani szeretnénk. Ugye a larger than objektumban pedig, amikor létrejön a példány, akkor itt az iterátorok által mutatott és dereferenciált érték meg fog jelenni V-ben. Jó? És itt a X-et hasonlítjuk majd V-hez. Jó. Na hát nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e. Ez nagyon fontos. Jó, ez más néven van. Ez a függvény objektumos változat. Oké, és na és akkor keressünk értékeket. Itt nem találta meg, ugye a 100-at. 100-nál nagyobb értékeket keressük. És itt pedig megtalálta. Tehát úgy néz ki, hogy jól dolgoztunk. És akkor ezt innentől kezdve már lehet pakolászni egy vektorba is, sok más egyébbe, és akkor kiválogatjuk nekünk a 100-nál nagyobb értékeket. Jó. És ez az, amit tényleg úgy hívunk, hogy függvény objektum. Pontosabban ez itt a függvény objektum, és ezekkel tudunk paraméterezni ilyen függvényeket, ugye itt a predikátumnál. Itt a predikátumoknál, és ez vissza fog nekünk adni egy értéket, pontosabban egy igaz hamist, hogyha megtalálja vagy nem találja meg, ugye ahogy szépen megy itt végig az iterátor. Tehát még egyszer, itt megyünk végig szépen az iterátorunkkal, egészen addig, amíg meg nem találjuk azt a értéket, amit a predikátum keres tulajdonképpen. Ha nem találtuk meg, akkor lépünk tovább, ha megtaláltuk, akkor visszaadjuk azt az iterátort, tehát az arra az értékre mutató iterátorunkat. Jó, rendben van. Na. Oké, és akkor tulajdonképpen a find-nak ilyen értelemben a végére is értünk. Tehát a find függvény az tulajdonképpen így első körben ennyi lenne. Igazából amit még itt tudnánk csinálni, hogy írunk rá egy lambdát, tehát azt, hogy ezt itt lokálisan csináljuk, egy ilyen névtelen függvénnyel, de a lambdákat majd egy másik alkalommal nézzük meg. Valószínű pénteken. Egy másik hasznos ilyen függvény, ami az STL-ben van, az accumulate, és ezt az accumulate-et erre fogunk most ránézni. Jó, hát itt értékeket keresünk. Ugye egy apró megjegyzés talán még ehhez, hogy nyilván itt valamilyen boolt adunk vissza. Hát itt ugye amikor az STL tervezték, még nem volt mozgató szemantika, ugye itt lehetőségünk van azért esetenként visszaadni ugye vektorokat is, nem jó megközelítés, tehát mondjuk itt belül gyűjtjük össze tulajdonképpen a vektor elemeit, tehát mondjuk itt a minden olyan elemet, ami nagyobb vagy 100, vagy minden olyan elem, ami páratlan, vagy valami ilyesmi. Nem a legjobb megközelítés, de csak tényleg egy megjegyzésként, hogy erre is lehetőségünk van.
Lépjünk tovább viszont akkor az accumulate-re, és akkor ez már egy új téma lesz itt nekünk. Tehát egy új téma. Ezt el is mentem itt új névem. És akkor ez az accumulate mit is csinál? Hát egy vektornak az összes értékét összeadja tulajdonképpen. Hogyan is néz ki? Írunk egy nagyon-nagyon egyszerű kis példát, hogy hogyan is néz neki ez a accumulate függvény. Ugye, hát megint írjuk meg a main-t, hogy látszódjon, hogy mit akarunk. Készítsünk egy vektort. Autocomplete az mindig megviccel. Simán csak egy ilyen integer vektor legyen egyszerre. Erre majd kitérünk, hogy ez miért érdekes. És a sima tényleg az egyszerű kis inicializáló listás konstruktorával készítsünk egyet. És akkor írjuk ki az ebben a vektorban lévő elemeknek az összegét, de az accumulate függvény segítségével. Ugye megint csak az STL megközelítését használva, ugye iterátorokkal fogunk rajta végigmenni, tehát menjünk az elejétől a végéig, és adjunk neki egy kezdőértéket. Ugye egy ilyen inicializáló értéket szoktunk adni, erre majd mindjárt kitérek, hogy ez miért érdekes. Hát valami ilyesmire gondolnék, hogy ezt szeretnénk, és adjunk vissza nullát, tehát térünk vissza, hogyha készen vagyunk. Jó, na és akkor hogyan is néz neki ez az accumulate függvény? Ugye ezt is sablonosztályosra írjuk, mint ahogy mostanában már mindent. Ugye kell egy ilyen iterátor típus, meg kell egy inicializáló típus. Ugye, és ez az inicializáló típus lesz az, amivel itt majd inicializáljuk magát ezt az egész accumulate-et, és egy ilyen típust fogunk visszaadni. Ugye megyünk az elejétől, megint csak a végéig. Itt ugye átadjuk érték szerint. Van. És akkor nézzük, hogy hogyan is működjön. Ugye megint csak a elejétől megyünk a végéig. Tehát végig megyünk szépen ugye a vektorunk, vagy akármilyen konténerünknek az elemein. És így szépen folyamatosan növeljük ennek az értékét. Jó. Majd léptetjük az iterátort. És ha a végére értünk, akkor visszaadjuk ezt az értéket. Oké. Tehát még egyszer, ugye akkumulálunk, nyilván a konténerünk elejétől a végéig, ugye nullára fogjuk a inicializáló értéket állítani, és ez a nulla itt meg fog jelenni, jelen esetben nulla, de hát ez lehetne egy is, száz is, akármi, és szépen itt csak szummázzuk, összegezzük úgymond ezeket az értékeket. Jó. Illetve nyilván léptetjük az iterátort, tehát szépen végigmegyünk a konténerünkön, majd ha végére értünk, akkor visszaadjuk ezt a szummát tulajdonképpen. Jó. És itt pedig kiírjuk. Rendben van. Hát reményeim szerint jól dolgoztunk, de már is megnézzük. Ugye pár dolgot itt is inkludolnunk kell. Egyrészt a vektort, másrészt pedig a IO streamet a kiírás miatt. És jó, na nézzük. És lefordul. Jó, rendben van. Na és kiír nekünk 15-öt. Hát az első 5
Egész szám értéke az 15, tehát jól dolgoztunk, legalábbis reményeink szerint. Na most, picit hekkeljünk ezen a dolgon, ugyanis említettem, hogy az inicializálónak a típusa az nem mindegy, tehát hogy miért érdekes ez az inicializálás. Ugye az STL-ben úgy van megtervezve, hogy olyan típusú lesz ennek az eredménye, tehát olyan típusú értéket fog visszaadni, amilyen típussal itt inicializáljuk a kis akkumulálásunkat, vagy hát szummát, nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul. Jó, tehát csak szemléltetésképpen nézzük meg itt ezt double-ökre. Jó. És tehát itt most double-jeink vannak, ugye itt akkor ezek az iterátorok double-ökre fognak mutatni, és itt szépen végig double-öket fogunk elkérni. Na most, nézzük meg, hogy most mi történik, hogyha simán csak így lefordítjuk és lefuttatjuk. Jó, itt nullát fog nekünk írni. Miért? Hát próbáljuk meg kijavítani, mondjuk itt, hogy double-t adunk át. És már is jó. Jó? Ugye mi volt a különbség? Ugye, hogyha így írjuk át, ez, így adjuk át, ez egy integer. Jó? Tehát ez sima nulla. És hogyha integerbe elkezdesz így szummázni, akkor ott ugye, hát a típussal lesznek gondok. Tehát ugye alapban integerbe ezt nem tudod megtenni. Jó? Tehát itt a t, az egy integer lesz ebben a konkrét esetben. Jó? És integerbe ugye double-öket, hát nem igazán szerencsés így szummázni. Jó? Tehát ez így nem fog működni. Viszont, hogyha ezt itt átírjuk double-re, akkor ugye a t az double lesz, tehát amikor lefordítjuk ezt a programot, ugye a fordító ebből a t-ből double csinál, és akkor itt a double-be már szépen ezt tudjuk összegezni. Jó? És innentől kezdve ez már fog működni. Jó. Ez egy ilyen alap STL-es dolog. Ez így működik. Szevasz, Bo Beatbox. Üdvözöllek. Jó, tehát amire itt nagyon kell figyelni, az a típus, hogy ez a típus rendben legyen. És akkor itt ezt nyilván lehet változtatni, hogy itt szorzás legyen, vagy osztás legyen, vagy bármi egyéb legyen. Jó. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy ezt egy kicsit bővítgessük is ki. Ugyanis itt is tudunk úgymond predikátumot adni, de ezt már lehet, hogy inkább binoknak fogjuk nevezni. Úgyhogy akkor ezt egy kicsit bővítsük. Elmentem másként. Ez legyen ez az accumulate 2. Majd adok értelmes file neveket is, amielőtt föltöltöm majd GitHub-ra ezeket. Jó. Na, és akkor ugye itt kell egy kicsit kibővítenünk, ugyanis szeretnénk megadni egyéb műveleteket is, tehát ne csak ilyen összeadás legyen, hanem legyen valami más. Szorzás, osztás, stb. Jó, tehát ez az accumulate működjön egy kicsit máshogy is. És akkor itt az accumulate-nek mondjuk adjuk meg, hogy hát most dolgozzunk intekre, csak az egyszerűség kedvéért. Nyilván ez double-ökre is fog majd működni. És akkor itt szépen intekre működjünk. Hát most ha kiteszem nagyba, már nem fog kiférni. És ide mondjuk adjuk meg, hogy mi ezt szorozni szeretnénk. Tehát ennek a vektornak az elemeit szeretnénk összeszorozni, és az eredményt szeretnénk elkérni. Hát nyilván, ha szorzunk, akkor ez erre itt figyelni kell. Jó, de majd mindjárt megnézzük. Tehát szeretnénk szorozni. És akkor ugye itt nyilván egyrészt akkor az accumulate függvényt ki kell bővítenünk. Egy ilyen, hát legyen most binop, hát binary operation. Hát jó, legyen ez a neve. Binary operation, és ezt itt adjuk át neki
paraméterül. Jó. És ezt a binary operation fogjuk itt belül elvégezni. Már is megírjuk rá a függvényt, hogy ez mi legyen. Így van. Ez itt most egy... Na, csak sikerül. Egy egyszerű függvény lesz, egy két paraméteres függvény. Ja, de igen, bocsánat, a t-t, az initet nyilván ne törüljük ki. Elnézést, tehát az init az marad. Csak annyi, hogy bővül itt ugye egy binary operation-nel. Jó, és akkor mi legyen ez a binary operation? Hát esetünkben legyen a multiply, és akkor először írjuk meg sima függvényként ezt a multiply-t. És akkor egy sima függvény paraméter lesz, ami visszaadja két számnak a szorzatát. De ahogy mondtam, most integerekre dolgozunk. Hát, jó, legyen most az integerekre. Ezt is amúgy kéne sablonosítani, de most csak a szemléltetés kedvéért, hogy lehet így is. Úgyis a function object-et fogjuk használni, és akkor adjon vissza a szor b-t. Jó, na, és akkor nézzük meg, hogy ez így rendben van-e. Reményeink szerint rendben lesz. Oké, és akkor futtassuk is le. Jó. Hát úgy néz ki, hogy jól működik, ugyanis az első 5 számnak a szorzata, hogyha egyel inicializáljuk, az pont 120. Jó. Tehát látjuk azt, hogy itt kibővítettük az accumulate függvényünket egy ilyen binary operation-nel, és ez a binary operation itt elvégzi nekünk a szorzás műveletét. Hát ez esetünkben most egy szorzás, de itt lehetne osztást írni, kivonást, meg bármilyen egyéb binary operation-t. Jó. Na de, ez azért még itt nekünk nem elég jó, és nem ezt fogjuk most használni, hanem egy teljesen más megközelítést fogunk alkalmazni, függvényobjektumot fogunk itt is használni. Jó. Mégpedig olyan függvényobjektumot, ami sablonosztályos, tehát sablonosítva van. Na, és akkor írjuk is ezt meg. És egy t, hát legyen ez most struktúra, csak mert itt nem kell annyira bonyolítani az életünket. Jó, és akkor ugye a függvényhívó operátor itt egy ilyen t-típust fog visszaadni, paraméterben ugye két szám lesz, pontosabban két konstans referencia, egy x és egy y, és egész egyszerűen csak annyit csinál, hogy visszaadja x-er y-t. Ugye a két számnak a szorzatát. Jó, hát itt azért nem kell különösebben struktúrázni, vagy osztályozni, mert nincsen priváttag, nincs szükség ilyesmire, úgyhogy ez így mehet. Viszont nevezzük myMultiply-nak, majd mondom, hogy miért. Jó. Rendben van. És akkor itt ugye annyival fog még bővülni ez a dolog. Szerintem ez így rendben lesz. De itt ugye a multiply-t, azt most nekünk úgy kell elkészítenünk, hogy megadjuk a sablont is, tehát hogy pontosabban megadjuk a specializációt, és itt hívjuk a függvényhívó. Tehát itt hívjuk a függvényhívó operátort. Legalábbis reményeim szerint így rendben is lesz. Jó, ezt a multiply-t most kiszedem, mert nem fog ez nekünk kelleni. Jó, tehát itt ugye a myMultiply
függvényobjektumot fogjuk használni, de ugye nekünk specializálnunk kell itt most integerekre. Jó, hát működhetne ez úgy is, hogy... Hát így szerintem rendben lesz. Jó, na nézzünk rá. Próbáljuk ki, hogy ez így működik-e. A struktúra után mindig leadjam a pontos veszőt, ez nekem ilyen védjegyem. Újra. Na, most jónak néz ki. Futtassuk is le. Így van, és megint szépen summáz nekünk. Tehát ugyanazt az eredményt kaptuk, amit az imént is, tehát itt szépen kiírja nekünk ennek a vektornak az akkumulált értékét. Itt most nekünk ugye ez a myMultiply binary operation függvény function object-tel. Lassan magyarul is meg kéne ezeket tanulni. Jó. Alapvetően ezek tényleg nagyon egyszerű és tényleg nagyon látványos dolgok. Én úgy gondolom legalábbis, és nagyon hasznosak is tudnak lenni. Ugyanis a standard névtérben is vannak ilyen függvényobjektumok, amivel az accumulate-et tudjuk paraméterezni. Hát csak nézzünk rá egyre. És csak hogy kipróbáljuk. Hát, ha jól emlékszem, így néz ki a dolog, de már is fordítsuk le. És hogyha nem fordul le elsőre, akkor ránézek a dokumentációba. Gyorsan ránézek. Bocsánat, multiplies, és kell nekünk egy functional header. Na most nézzük meg. Így van, és itt már működik is, kiírja nekünk, hogy 120, és ugye ez a sima standard névtérbeli multiplies, használjuk ezt bátran, ugye ez itt összeszorozza nekünk az értékeket. Jó, na most, és akkor elvileg ez nekünk működni fog ugye double-ökre is, ugye nézzük is meg, hát nekünk most nincs értelme, ez maradjon egy. Ugye akkor itt double-lel kell specializálnunk, és ha minden igaz, akkor ez így működni is fog. Csak valamilyen nullát ír. Aha, hát igen, ez itt megint ugye integer. Igen, mert ez itt integer lesz. Jó, hát akkor csak kéne ide valami, mondjuk így. Igen, így már rendben van. Legalábbis remélem. Így van. Bocsánat, ezt itt elfelejtettem, hogy ezt is double-osítani kell. Jó, tehát nagyon röviden és nagyon tömören ennyit a függvényekről, illetve függvényobjektumokról, illetve hogyan tudunk ilyen policy-vel paraméterezni, csak tényleg ilyen nagyon alap és nagyon egyszerű megközelítésben. Okés. Na, akkor én mára alapvetően ennyit gondoltam. Így van, tehát ennyi lett volna mára az, amit gondoltam így a csak ilyen felvezetés jelleggel erről a policy parametrizationről. Ugye megnéztük a függvényobjektumokat, megnéztük a függvényeket, hogyan tudunk paraméterezni ilyen függvényeket, én úgymond ilyen policy-vel. Ugye egyrészt megnéztünk ilyen egyszerű kis függvényeket is, illetve megnéztünk függvényobjektumokat is. A következő alkalommal azt fogjuk megnézni, hogy a sort
függvényt, sort függvénynek hogyan tudunk átadni ilyen policy-ket, hogyan tudunk rendezési elveket átadni a sort függvénynek. Jó. Hát, köszönöm szépen a figyelmet, folytatjuk a sorttal a következő alkalommal.